A próbaidő három hónapja után nem folytathatja az Úszó Szövetség utánpótlásért felelős szakfelügyelője, Selmeci Attila edző, mert munkájának dinamizmusával elégedetlen volt a sporták vezetése, amely nagyon nagy figyelmet fordít a jövő bajnokai programra. Előbb hallgassuk meg az elnök és a köztelévő nézeteltérés Selmeci féle értelmezését, aztán jön Gyárfás Tamás, az Úszó Szövetség vezetője. Én nekiálltam a munkának, és igyekeztem kidolgozni egy programot, amelyik érzésem szerint elég korszerű volt, és újszerű Magyarországon ilyen még nem volt. Tudod Mi ennek egy... az újszerűségnek a lényege? Ennek az újszerűségnek a lényege, csak nagyon röviden, hogy a korábbi időszakban az ifjúsági és a felnőtt korúak voltak menedzselve, edzőtáborosztatva. Most egészen lementünk a 11-12 éves korig, igaz, ők még nem edzőtáborban, hanem ilyen havi egyszer ilyen technikai edzésekre összehúzzuk, összehúzzuk őket, és utána pedig következne 13 30 es kortól a rendszeres edzőtáborosztatás egyenlőre hazai szinten. Jelentős mennyiségű létszámmal, jelentős létszámú gyerekkel dolgoztunk volna, ezeknek a kiválasztása, menedzserése, úgy érzem, hogy ez meghozná, vagy meg fogja hozni a, a, a sikereket. A probléma ott adódott, hogy a kiválasztásnál én elsősorban a ranglista Ranglist alapján válogattam a gyerekeket, tehát már az eredmények alapján, is. ebből egy kis konfliktus támadt. Az elnök úr ragaszkodott volna ahhoz, hogy tulajdonképpen ne a ranglistáról válogassuk a gyerekeket, hanem edzői szemmel, akit tehetségesnek ítélünk. Na most itt azért elég jelentős eltérések vannak, hiszen ahhoz, hogy az ember 200 gyereket megismerjen, hát az iszonyatos Idő kellene, ki kéne járni a klubokhoz, pontosan az, ami nekünk nem adatott meg. Tehát ez az egyik nagy probléma, hogy milyen alapon mondom valaki hogy tehetség, ahhoz, hogy ránézek. Is, értem. Am... Te értem, tehát a magyarul azt mondtad, hogy miután az irodába kényszerül szülni, ezért ennek a kiválasztásnak nincsen számodra más lehetősége, mint hogy megnézed az hát egy, egy rész, de azért hadd Magában ma... ebben a koncepcióban is vita van közöttetek, mert arra gondolok, hogy ugye ez nyilvánvaló, hogy gyárfás elnök az ugye százszázalékos hőfokon, vagy még magas, abban ég az úszósportért, ezt te, te vonat kétségbe, de vajon az utánpótlás neveléshez ő mennyire ért? Tehát, hogy, hogy ezt a vitát, hogy, hogy milyen módon kell megítélni a tehetséget, minket, hogy ki a kiugró tehetség, és hány éves korban, és ennek mi az alapja, ebbe, ebbe, ebbe igazából ki között van itt vita? Közted meg az elnök között? Konkrétan ezt én nem merném kimondani. Én inkább úgy érzem, hogy ahogy nagyon jól fogalmazott főszerkesztő úr, hogy tulajdonképpen Gyárfás Tamás elnök úr tényleg az egész programnak a motorja nagyon-nagyon erőlteti az egész dolgot, ami való nagyon pozitív, de szerintem egy kicsit átbillent a másik oldalra, ami nem pozitív, hogy ö, beleszól olyan szakmai dolgokba, ami ez viszont nincs meg a képes, képesítése és sem a gyakorlata. Ugye valaki egy sportágnak az elnök, az egy nagyon nagy dolog és nagyon-nagyon fontos, de nem szerencsés az, hogyha egy el elnök nyomást gyakorol a szakemberekre. Gyárfás Tamás úszó elnök eddigi reakciói alapján rendes az úszásért tenni akaró szakembernek tartja Selmeci Attilát, ám a szakfelügyelői posztra alkalmasnak már nem. Ennek a vitának, döntésnek, leváltásnak az okai és a tehetséggondozó program fontos elemei következnek. Most a sportági vezető szemszögéből jó reggelt kívánok, Szerbusz Tamás. Mit gondolsz, hogyha Selmeci szakfelügyelő tudja kezelni a számítógépet, és hogyha szereti a munkaköréhez szükséges irodai munkát, akkor lehet, hogy még mindig szakfelügyelő lenne? Hát, ez megítéli a szakma, hiszen az elnök, mint itt megfogalmazódott, erre alkalmatlan és nem hivatott, hogy véleményt alkosson. Na várjál, most ez elszomorított vagy rosszul esett? Nem amit elszomorított, mondod? hát csak az egész, azt hiszem, megközelítés téves. És a Selmec úrat mindenki tiszteli, becsüli, szereti, bízom abban, hogy most az érdnél kapott is állást, hogy helyt fog állni, mint korábban. Annak idején, ugye, amikor Szeptemberben meghirdetett a úszusztöcség egy pályázatot, akkor jelentkezett, és három hónapos próbaidőre kötött szerződést. Ez lejárt, és az egyik fél úgy döntött, hogy talán erre más, alkalmasabb lenne, de itt nem elküldték, hanem lejárt a próbaidő. Nem tudom, hogy itt a televízió voltam már ilyen, hogy valakit behívtak, és ja, ideig óráig szinte, szóval Ez szóval egy általános dolog. Igen, próbaidő, tehát itt, idő, nem lehet úgymond meg ilyen, ilyen megalázva, vagy. vagy, vagy megsértve, hanem lejárt a próbaidő, mi úgy ítéltük meg, nem egyedül én, mert lehet beszélni Islászlóval, Lászlóval, Szabó Tündével, a rendi miájá, most nem osztom meg a felelősséget, vállalom én ezt egyedül is, nem, 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 nem ide való. Na de bocsáss meg, pont ezt akarom mondani, hogy hát egyrészt nem akarod megosztani a felelősséget, másrészt meg pont erre vagyok kíváncsi, hogy azért te nyilván beszéltél, meg konzultáltál szakemberekkel, hogy milyen információk alapján vontátok le, le azt a következtetést, hogy hogy Sámeci Attila, hát erre a munkára nem a legjobb, hogy így mondjam. Igen. Nekem is ez a véleményem, tehát Beszéltem, persze, hogy beszéltem szakemberekkel, de én úgy látom, hogy ide egy olyan ember kell, aki át tud fogni egy hatalmas területet, mindegy 350 fiatal, mi most mozgósítottunk az egész országban, hét régióban, ez a jövő bajnokai program, azért, hogy 17-ben, amikor Magyarország a házigazdája, bifűsági világbajnokságnak, vagy 21-ben a felnőttnek, akkor nagy csapatunk legyen. Szerintem ez most dől el. Na most én ugye hallottam és tisztetben tartom Selmetőr véleményét, de a szavai nélkül is. Én még életemben nem mondtam meg, hogy Gyurta Dani, hosszú Katinka, de bárki, hogy tartsa a lábát, hogy hogy forduljon, hogy ugorjon fejes, ez valóban szakmai kérdés. Már 21 év alatt az emberbe ragad valami, hogyha már ennyi ideje sportágban szerepet kap, de de ez nem az én dolgom, és én igazat adok neki, ezzel nem is értek, meg se akarom tanulni. Kivtűn emberek ezt végzik jól. Azt, hogy egy sportákban mondjuk egy ilyen programot kiirányítson, ki fogjon össze, ki koordináljon, abban némi tapasztalatom nekem is van. Én úgy látom, hogy Cselmeci úr a parton biztos, hogy kiváló, eddig eredménye ezt bizonyítják, hogy Nyíregyházan volt edző, és ott is volt egy téves megközelítés, hogy nem Kovácsági. itt mondta, hogy, igen, hogy hmm. Kovács az ő egyedüli produktuma, hát Turi, György, kis László, hagyj nem mondjam, itt meg annyi más edző, sok kezebb ment át, és kiváló kovács ágy, amit produkált, és két évig valóban, legalábbis nekem így mondták a érintettek, akiknek ez rossz érzés volt, hogy ezt kisajátítja, ők jutottát, juttatták el a csúcsra, de ez egy más kérdés. Tehát visszatérve ez a programhoz, egy olyan ember kell, én azt mondtam, aki átharapja a vasat, aki mindenkiről tudja, 350 gyerek hogy ki az édesanyja, hány a lába, és milyen a iskolai végzettsége, hol tartozott a suliban, hát iskolai végzettsége nincs, hányas kapott földrajzból, tehát aki ennek él, hol. Ő azt mondja, hogy ő amikor szakfelügyenek jelentkezett, bár a szerződéseben nem ez van, akkor ab, arra gondolt, hogy majd látogatja az edzéseket, elmegy edzőtáborokba. Igen, igen, majd az edzőkkel tartja kapcsolatot. de ez, ez kérdés, akkor... edzőtábor nem volt szeptemberben. de amikor decemberi. kezdtétek, akkor gondolom meg, megbeszélve, hogy, volt egy... egy... A szerződésben benne van, hogy irodai munka, is, is ismerte, uh -huh. egy, az utánpótlás uh -huh. is nyilatkozott. Akkor én lá, árnyaltabban fogalmaztam, mert azt hiszem, hogy egy elnöknek, bár Selmec úr majd elmondja, hogy pontosan mi a kötelezettsége vagy a munkája, ő nem szerencsés, egyetlen, aki az úszásért ért bárkivel visszájt szítani, Nekem volt egykor, mit tudom egy Szene Attilával, úgymond meccsem, most magam az ölelem, kezet fogtunk és vállvetve küzdünk, de nincs olyan úszóak, hát ennyi év alatt az emberben vannak zöngék, de nekem, nem, én nem tartatok haragot, nem hmm. viszálykodhatok, nekem mozgósítani kell őket, lelkesíteni, szeretni és megbecsülni, és ez így marad a jövőben is, úr esetében is ez fennáll. De, tehát benned nincs harag, de, de, vagy, de, vagy de, de a kérdés a válaszoló, mert megfogalmazott, hogy edzőtáborra magad menni, Ha hát nincs tábor, nehéz elmenni. Ugyanakkor a széles Sanyi mondjuk elmegy Gyurta Danival, vagy Túri György elmegy a csapatával, vagy tehát Sén elmegy a Hosszú Katinkával. Akkor mit csinál ott a mondjuk Floridában, mert szép helyek ezek, Selmeci úr akkor napozik, vagy megmondja Sénnek, hogy másképp kéne dolgozni Hosszú Katinkával, aki világelső, vagy Gyurta másképp forduljon, vagy így tovább. Tehát ez egy teljes félreértés, hogy ez, egy, ez az, az a szót üdülő, ahol a szakfelügyek az a dolga, hogy, hogy kíséri a csapatot, és konstatálja, hogy igen, ez ügyes, nem véletlenül világcsúcs tartó, vagy világelső. Tehát mi azért szerződtettük, tudtuk, hogy milyen programunk van, hogy ezt valaki átfogja. Most ez a kompjúter, ez egy nüansz, és ez, ez, ez most hát nevetséges, de. de hát hogyha valaki nyilván kell, hogy tartson 350 fiatalt. Hét régióban kell, hogy mozgósítson embereket. Figyelemmel kövesse, hogy ki az, aki elmarad, ki az, aki nem. Az, 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 vele jár, ez egy szerény rész. Ugyanakkor ő azt mondja, hogy ez túlzott lekötöttséggel jár, hogy akkor hogy ő hogyan tud, mert ugye hogy minden hónap egy, egy szombatján, első szombatján van ez a felmérés, hogy folyamatosan folytonosan a tevékenységet. Már volt Fehérvárot decemberben, Egerben. Egerben. Most Hódmezővásárra megyünk, január volt Egerben, most Hódmezővásárra. Ezeket nagyon-nagyon meg kell szervezni, és nagyon keményen meg kell követelni, mert bizony nem könnyű egy országot mozgósítani úgy, hogy mindenki ott legyen, szervezettel legyen, mindenki megkapja a szerelését. Mi a millió nüansz a nyilvántartásuk az ez pontos legyen, egy közé közé Mi úgy ítéltük meg, hogy hmm. a dolga. Ő azt mondja, hogy elviszi a figyelmet, mert így nincs mód, ha például rendezük ezt a felmérést a technikai részletekre. Hát ez két óra egy ilyen felmérés, és marad még 30 nap az alatt ő a technikai részletekkel foglalkozhat. És nyugodtan készítheti ezeket a valós kimutatásokat, igen, ezeket el kell készülni, vagy megkövetelheti. Mi nem azt mondtuk, hogy ő legyen a gépírónő, nő, kérje el a hét régiótól. Tehát ezt át kell fogni, ez így félrevisz és megtéveszt embereket, és úgy érzem, hogy, 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 hogy ilyen álvita zajlik, lejárt egy próbaidő, találunk jobbat, bízom benne, és elmet, és a parton bizonyít, hogy eddig. Na de most azt mondd meg, mert itt volt azért ennél egy lényegesebb kérdés, és ez magának a programnak a, a, a lényegét érinti, hogy amikor, hogy ebben van-e valamilyen vita, akár köztel, vagy akár szakemberek között, ez a, ranglista, ranglistáról válogassuk az egészen kicsiket, vagy 10, 10, 12 éves gyerekeket, hogy milyen időeredményük van, vagy pedig mivel, amit te is mondtál, hogy nem feltétlenül az lesz a, a legnagyobb úszó majd 18 éves korában, aki mondjuk 10 évesen vezeti azt a ranglistát. Hát ha nem tisztelet, akkor visszakérdezek. Hát ha most kapsz egy, mit hogy kapsz egy ranglistát, mert ez elkészült. És ott van, hogy 2 perc 24, 2 az első, második, harmadik, hetedik, és ott van mondjuk száz gyerek feltüntetve. És azt mondjuk, hogy a legjobbakat választjuk ki, ahhoz kell-e szakfelügyelő, vagy te, aki jobb szakember vagy, mint bármelyikünk, most tréfálkozom, tehát nem vagy kvalifikált, bár Selmeci se úr. Hát meg a számokat Meg édesanyám 97, tehát, hogy... de a számokat még jól apostrofálja még mindig, hát, meg tudja oldani. Melyik a kisebbek meg a De a, én is a, a kisunoka is szépen cseperedik, ilyen. most már tudja a számokat, esküszöm, hogy tud hozzá egy vonalat, hogy hatig elszámol, vagy hétig, és ben vannak. Tehát a, a keretben. Tehát ha ez, 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 lenne a szakma, akkor tényleg én tök hülye vagyok, és ezt vállalom. Na és de, bocsánat, várj, de most azt mondja sárna, De hagy, hogy hagy még valamit, Igen? hogy, 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 hogy Szécsi Tamás, amikor kiválasztotta Gyurtát, négy éves volt, azt hiszem, nem volt a ranglistán, vagy Kis László, amikor lehet, hogy öt és fél Egerszegi Krisztina. Azt mondta, hogy hajolj le, hátul a karjaidat zárd össze, még szökken kettőt, én most ezt vulgarizálom, egyszerűsítem, és az azt mondta, hogy te legyél úszó, egy másiknak pedig, aki gyorsabb voltál, azt mondta, hogy mennyi diszkoszvetőnek. És olyan jó diszkoszvető lett a fiú, mert olyan az alkata, ehhez kell a zsenialitás. Hogy valaki megmondja a tíz évesről, a nyolc évesről, a négy évesről, mert ez nem csak 10-11, hanem mindenki, aki tehetséges, azt mérjék fel a szakemberek, ott jeleskedjen se elmet, mert érdem mondja meg, hogy nem hogy ki a leggyorsabb, hanem hogy kiből lesz úszó. Én azt hiszem, igen, igen a bocsánat, csak lenné, annem, hogy ő, ő ez azért hozzátette, hogy ezt árnyalja, hogy hogy Magyarországon nem olyan széles a merítés, hogy ne az lenne a jellemző, és nem az lett volna a jellemző korábban is, hogy egyébként Cselacitól, Hosszúkatinkáig, annak idején, amikor 12 évesek voltak, akkor is ugyanezek az úszok voltak már a ranglisták elején. Ezeket nem zárjuk ki, uh -huh. tehát aki gyors, az nem úgy, hogy akkor gyors, tehát akkor meg vagy büntetve, uh -huh. szóba se jöhetsz. Hát hogy 350 van, most ebben a 352-en vannak a kiválasztottak között, de ez nyitott. Be lehet kerülni, ki lehet kerülni pár 820 lenne, vált sok ezer, hiszen a kormányprogram most az, hogy tanulj meg minden gyerek úszni, ezt már elmondtam, mi ezt módosítjuk, tanulj meg minden gyerek gyorsan úszni. 2000 gyerek is tanul. beleférne a programba magába? Hát miért nem férne? Hát Aha. annyi tehetség van. Már mint hogy a kapacitásaitokba. Hát miért? Hát, 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 ketten úsznak egy pályán, vagy hárman, ilyen fiatalon. Aha. Én azt szeretném, hogy mindenki úszna. Tehát ha van gyereket, szeretettel várjuk, majd megmondja a szakember, hogy érdemese. Mert mondom, attól, hogy valaki villámgyors idézőjelben, hogy nem 220, hanem 222-t úszik most 50 méterre, most mondom viccesen, attól még lehet nagy úszó, mert látja az alkatából, hogy mivé lesz. Tehát én nem veszem a bátorságot, hogy olyan nagysággal, amit se vitatkozok, de azt hiszem ebben ő téved, hogy nem csak a ranglistán, azok az nincs kizárva, tehát a vezet, tehát a butaság ez. Mi nem ezt mondtuk, azt mondtuk, hogy olyan is kapjon teret, akiben az edző lát fantáziát, és így nyitjuk ki, hogy, hogy ajánlásokat kértünk Petro Vivántól, aki most a Győri régió, tehát a Kovács, tehát hagyd ne mondjam itt a népsor, Dániel Andrásról, és így tovább, akik Bán Sándortól, tehát a régió vezetőktől, vagy az edzőktől, hogy ők mondják meg, hogy kit ajánlanak, azokat kontrollálják a szakemberek, és aztán vagy bemarad, vagy nem, és a fejlődését követjük. Na most ahhoz, hogy ebben az ügyben is te, a te egyik beosztottadnak nem tetszett a te Hát mondhatom azt, hogy autokratikus, de inkább azt mondom, hogy kemény és szenvedélyes vezetői stílusod, az, azért, azért is lehet, mert hogy valóban itt egy nagy lehetőséget kapott az úszósport, komoly állami támogatást, és te azt gondolod, hogy nem lehet ezt eljátszani. Nem, hát itt, itt két két kérdés merül fel. Egyrészt, hogy nem, nem én vagyok a munkáltató, hanem a Szabó a főtitkár. Tehát én a szövetségben nem vagyok napi vendég, most legközelebb szerdán megyek, meg elnökségülés lesz, de azért van rálátásom és konzultálom. A második, hogy, hogy, hogy mi az, hogy autokrata? Tehát egy vezető, az a jó vezető, aki hátradől, lóbálja a lábát, és elutazik Floridába, Ausztráliába. Akkor te kemény vagy és szenvedélyes vezető. Nem kemény szenvedélyes, én, én, én azt hiszem, hogy ez a normális, ez, ez, nem szembe, ez, ez az evidens. A uh -huh. szenvedélyes, azt majd ítélje meg más, hogy a szenvedély vagy nem, hát tudja, hogy mit akar, és próbálja érvényesíteni a szándékát, és amíg ez jó, addig bizalmat kap, amikor hülyeségeket beszél, elkezd zavarni. Mm -hmm. Na de az tény, hogy abban nagyon biztos vagy, hogy hogy ezzel a lehetőséggel, ezt, ezt nem lehet elfelecsérelni, ezt a lehetőséget nem lehet félrecsülni. Há hát persze, de például programban. Csányi Sándor, hogy az MLS elnöke, hát akkor kinevezi a szövetség kapitányt, mert végülis a döntés az ő, biztos Igen. mindenkit meghallgat, de Pinter úr mellett dönt, akkor ő felel érte. Há világos. Na tehát én ennyiben, és nem hiszem, hogy Csányi Sándor beleszól, hogy csüddel rúgjon, ballal vegye le a labdát, vagy hogy, hogy az feje. legyen a bal hátréd a Tehát én, én, én nem veszem a bátorságot, hogy Selmec úrnak minősítsem a szaktudását. Én azt tudom, hogy ő ezt az átfogó uh, koncepciózus programot nem tudja uralni, ehhez ő nem erre született. Uh -huh. De, de nem, nem felvettük, és aztán megtévesztettük, és, és az, az ismétlés stádiumában nem volt, az állása, nem volt állása. Nem volt állása, ezt is tudom, uh -huh. ez, ez nem szégyen, ez állapot. Jelentkezett próbaidőre tudta, hogy három hónap, és utána azt mondtuk, hogy megkapta a fizetését, hogy köszönjük, és segítjük, ha gond van, elhelyezni. Mint a Gütler Károly, amikor megváltunk tőle másokból, ő ugye tíz évig volt szakfelügyelő, de azt mondtuk, hogy jobb, ha a parton is egy ilyen fiatal ember életre, nem életében ott fog megöregedni, és egy helyen dolgozik. Most kiment a kőbánya csapathoz, és kiválóan dolgozik, Igen. edző, de ki tudja, lehet, hogy visszatér. Lehet, hogy Selmec is megtanulja a komputert, ezt poénból mondom, viccesen, de nem ezen múlik, ez egy szerény részkérdés, de nem árt, hogy ha már ebben a világban legalább meg akar tanulni. Hogy követeljünk a fiataloktól, ha magunktól se tudunk megkövetelni alapdolgokat? Tamás, a végére értünk, annyit mondjál meg, mondj nekem egy számot, mennyivel több gyerek fog úszni mondjuk 2016-ban, mint 2010-ben tette? Hát most elindult egy hatalmas program, hogy minden gyerek tanulja meg úszni, ez lehetetlen teljesíteni, ezt megközelíteni lehet. Hát, és óriási pénzt kapott a Magyar amit kiosz természetesen a kluboknak, és bízom abban, hogy megsokszorozódik, ne várj tőlem számokat. Uh -huh. Én azt tudom, hogy a világbajnokságra legyen négy-öt olyan fiatal, 17-ben, aki aranyéremre esélyes, a 350-ből, de bízom benne, hogy ez felmegy 500-ra, 600-ra, és, és lesznek utódok, és az egyik húzza a másikat, tehát az iskolában ezt a sárga trikót most már mezeket megkapják. Biztos láttad, hogy hmm. van ilyen brand, ilyen egyen szerelésben vannak. Megőrülnek a gyerekek, hogy én is hogy juthatok hozzá. A boltban meg lehet kapni 800 forintért, de nem olyan emblémával és nem olyan mintázattal. És ez ösztönzi őket, hogy én is lejárok, mert nekem el kell ide jutni. És valamelyik gyermek ezzel alszik, tehát már ki elnyerte, a kis párnaára ott van téva a trikó, és az anyuka örjönk, mert már. 26 napja nem adott leven, és büdös, de minden nap abban akar Na menni, jó, legyen ebből a, le, hogy Mossák ki, más szeretné a Legyen ebből a srácból majd az itthoni világbajnokságon világbajnok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, jó munkát. Én köszönöm.